Flesz Tamás lesz a következő vendégem, egy kicsit megigazítottam még a galléromat, Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok, Tamás! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Már csak azért is igazítottam meg, elnézést, hogy ezzel kezdem, mert ön mindig annyira fes. Jó reggelt! Nem tudom, hogy nézte egyébként a közösségi médiát, mert a miniszterelnök éppen néhány perccel ezelőtt jelentette azt a fontos információt be, hogy megvan Magyarországon most már a 3,5 milliómodik beoltott, ezzel most már tényleg egyértelmű, hogy akkor a teraszok, többek közt a teraszok ugye megnyithatnak. A holnapi nappal kezdődik ugye ez az újranyitás. Alapvetően ön az elmúlt napokban kikkel beszélt, milyen vélemények érkeztek önhöz, mi a tapasztalása ezzel kapcsolatosan? Igen, én is örömmel láttam, hogy megvan a 3,5 beoltott, ami önmagában egy jó hír, hiszen halad az oltás, és hát a turisztikai szakembereknek és abban dolgozóknak mindenképpen jó, hiszen végre elindul valami, még akkor is, hogyha ez messze van attól, amit már szeretnénk látni. Mindenki örül, hogy elkezdődött, de hát ez messze van attól, hogy még rendben legyen, hiszen nagyon sok vendéglátóhelynek eleve nincsen terasza, és ugye hát mindenki most szembesül azzal a problémával, amiről hónapok óta beszéltünk, hogy árut kell beszerezni, pénzt kell költeni, embereket kéne találni, ami viszonylag kevés van jelenleg. Úgyhogy az öröm mellett ez a nehézség megvan, de most ezzel a nehézséggel szerintem mindenki azért szívesebben elkezd birkózni, mint az eddigi bezártsággal. Hát miután mindenki erre a pillanatra várt. Ha mégis össze kellene foglalni, Flesz úr, azt, hogy mi okozza pillanatnyilag a vendéglátósoknak a legnagyobb problémát, akkor mi lenne az, a munkaerőhiány? Az egyik legnagyobb problémát az okozza, hogy nincsen pénz, tartalék az elfogyott, és be kell ruházni, hiszen árukészletet kell feltölteni, takarítani kell, de a létező legnagyobb, ha össze kell foglalni, hogy önkérdezi, ez a munkaerőhiány, hiszen teraszból nincs annyira sok az országban, mint belterekből, meg szállodákból, de már most is látszik, hogy ez a munkaerőhiány, amiről beszéltünk, az nagyon erősen megvan. És nem csak szakemberbe, hanem betanított dolgozóba, szakképzetlen munkaerőbe, tehát a teljes skálájába a szektornak. Azt azért tisztázzuk, hogy turisták, külföldi turisták nincsenek. Képes-e a jövőben ennyi vendéglátót, éttermet elbírni csak a magyar társadalom, mármint ugye a magyar vendégek? Képesek-e fenntartani? Igen, hát hogy mennyi vendéglátót, mert ugye ezt nem tudjuk, hogy hányan fognak kinyitni a holnapi napon, meg a következő egy-két hétben. Egészen biztos, hogy messze nem tudnak annyian megélni ebből, mint akkor, amikor külföldi turisták vannak. Ugye természetesen változatlanul fennáll a helyzet, hogy Budapestet és Budapesten kívül a vidéket külön kell választani, hiszen Budapesten a terasznyitásban, meg egyáltalán a vendéglátóipar kinyitásában csak a belföldiekre lehet számolni, mert ahogy ön is mondja, külföldi egyelőre nincsen, és hát nagyon úgy néz ki, hogy még egy jó darabig nem is lesz. Na jó, de mondjuk a magyarok rendelkeznek annyi fizető képességgel, hogy ha még kevesebb vendéglátót is kell kvázi fenntartaniuk, de erre kiszámítható módon, hosszú távon elegendőek lesznek? Nem, és nem csak a fizetőképesség a kérdés, ugye önmagában mennyiségben fele annyi vendég van Budapesten, sőt magyarok szempontjából még kevesebb, de ettől függetlenül valahol el kell indulni, természetesen nem tudják pótolni azt a kieső bevételt, és ez főleg jellemző lesz majd a szállodaiparban, hogyha egyszer a szállodák is kinyithatnak, reményeink szerint egy pár héten belül, ott még nagyobb lesz ez a különbség. No, látja, éppen ezt kérdeztem volna most öntől, hogy ezzel kapcsolatosan van-e bármilyen háttérinformációjuk, ha a teraszok holnaptól, akkor körülbelül a szállodák mikortól nyithatnak meg. Itt korábban ugye hallottuk azt, hogy ha meg lesz majd a 4 millió beoltott, akkor talán jön a következő lépés. Igen, nem hiszem, hogy sok embernek lenne ma itthon háttérinformációja, de viszonylag világos üzenetet fogalmazott meg a miniszterelnök, tehát 4 millió beoltottól jöhet. Ha ez így halad, akkor azért nagy eséllyel egy-két héten belül ez megvan. Tehát mi úgy számolunk, hogy valamikor itt május folyamán azért ki lehet nyitni a szállodákat. Az viszont azért releváns kérdés lehet, aztán majd eldől, de ugye egy csomó szálloda van, aminek van étterme, és egy csomó olyan étteremmel rendelkező szálloda van, aminek meg van terasza. Na, utóbbiak például most megnyithatnak? Megnyithatnak, abszolút. Ugye ez majd egy érdekes paradoxon lesz, és változatlanul ilyen szempontból van polémia, amivel a szakmai szervezetek leveleket írnak a különböző minisztériumokba és kormányzatba, hogy ha tényleg az a döntés születne, hogy a vendéglátóhelyeken
nem kell védettségi igazolvány, a szállodákba viszont kell, akkor mi történik mondjuk a szállodai éttermekbe? Tehát az utcáról megyek be, akkor nem kell, ha bentről megyek be, akkor kell. Ez viszonylag még nem stimmel. Én gondolom, hogy a következő napokban ezt az ellentétet fel lehet majd oltani, de jelen pillanatban, hogyha egy szálloda megnyitja a teraszát, akkor nem kell, megnyithat, és nem kell védettségi igazolvány, és ugyanúgy fogyaszthat a vendég, ahol bárhol máshol. No, tekintsünk egy kicsit el most Budapesttől. Mi a helyzet a különböző régiókban Magyarországon? Előbb kezdődik-e ön szerint most a szezon egy picit, hogy a teraszok újra nyithatnak? Gondolok itt most, nem tudom én, a Balaton környéki vendéglátósokra. Hát mindenki arra számít, hogy ez most pillanatilag be fog robbanni, és biztos, hogy egy-két hétig egy ilyen euforikus hangulat uralkodik. Hát azért elég régóta be vagyunk zárva, és hál' Istennek valahogy az időjárás is úgy gondolta, hogy most kezd jó idő lenni, mire ki lehet nyitni, úgyhogy remélhetőleg itt tele lesznek a teraszok, nem csak a Balatonon, mindenhol máshol, és szerintem az is be fog ülni egy teraszra, aki lehet, hogy soha életében nem ült. Ez az utolsó kérdésem. Utoljára, amikor kérdeztem ezt öntől, azt mondta, nincs ilyen statisztika, még nem lehet ilyen statisztikát készíteni, de mikor lehet olyan statisztikát körülbelül készíteni, ami azt fogja megmutatni, hogy Magyarországon hány vendéglátó egység ment tönkre ebben az elmúlt egy évben? Ugye változatlanul azt gondoljuk, hogy az újranyitás talán még nehezebb lesz bizonyos szempontból, mint a bezártság, és most fog kiderülni, hogy kinek mennyi pénze, ereje, energiája, motivációja maradt arra, hogy tovább menjen. Először szerintem ősszel derülhet ki ebből valami, de ez egy hosszabb folyamat lesz, beleértve a szállodai part és a turizmus teljes ágazatát. Ez azért ebbe az évbe el fog húzódni. Igazság szerint a moratórium és egyebek miatt én azt valószínűsítem, hogy ez jövő tavasszal lesz tiszta helyzet. Üzen valamit majd a most holnaptól a leendő vendégeknek, akik megrohamozzák a teraszokat? Igen, én két dolgot mondanék, hogy mindenki érezze nagyon jól magát ennyi idő után, és azért változatlanul próbáljunk meg egymásra vigyázni, hogy még egyszer ne kelljen bezárni, mert az tényleg tragédia lenne. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, Tamás, minden jót kívánok. Én is köszönöm, minden jót.